Sziasztok, Blackoron vagyok, és ez itt a Legacy of Kain Balad Omen 7. része. Az előző részben megküzdöttem két bosszal is, a druidával, meg a olyamond vízi domárral, és Borador meg legyőzte Malkot, tehát így háromat egy csapásra ketteni megcsináltunk, három bosszni megöltünk, és akkor tovább kell haladni. Na de mielőtt tovább haladnánk, itt akarom bemutatni, hogy itt, ahol a nekromantát itt legyőztem, itt errefele tudunk jönni, tudunk sétálni ugye a bízjárással, és itt összeszedhetünk egy mana fejlesztést, jól el van dugva. Kicsit utána néztem pár dolgot, mint például itt ebben a faluból voltam, ugye itt találtam ezt a kaput. Ezt úgy hívják, hogy Mungé, tehát ilyen csak teli holdkor fog kinyílni. Na de hogy mikor van teli hold? Hát én elvártam 4-5 napot, hogy kinyíljon, de nem volt semmi. Ami azt jelenti, hogy este 10-től valós időben nézi a játék, tehát este 10-től reggel 6 óráig kell bejelentkezni a játékba, és akkor úgy ki tudjuk szedni. Na de az sem mindegy, hogy mikor. Mert 8 naponta egyszer lehet. Tehát mikor mentünk is, mindig írja, hogy 14 nap, meg minden. Tehát 8 naponta egyszer, meg egyszer lehet bemenni 2 óránként így a valós időben. Tehát én nem fogom megvárni, aki akarja bemert, bent találhatunk egy életerőfejlesztést, meg egy manafejlesztést, meg jó pár cuccot. Ezen a részen 2 ilyen barlang is található, még itt lent is egy. Mögöttem ugye csomó tárgy található, de életerő fejlesztés, meg manafejlesztés a mögött mondjuk van nincs. Aztán, hogyha eljönk ide, itt már jártam itt a toronynál, elsétáltunk arra felfele, a szellemformát használva. Aztán, ha átjönk a tavon, itt lyukadunk ki, Stonehenge-nél. Ez ilyen titkos hely, szerűség. De kégyú templom. De gondolom, már ha megcsinál mindent, nem fog kihagyni semmit. De tetszik a zenéje. Utána néztem, és ide is csak telihorkol lehet bejönni. Imádom az ilyen helyeket. Mégis hogyan jött rá bárki is erre, hogy telihorkol bejönni az ilyen helyekre? Ki figyel ezt meg? Egyszerűen csak elárulták, aztán majd később használják a játékosok. Na jó, de hogyha bevegyünk itt, ez egy jó nagy templom, de rengeteg cuccot lehet összeszedni konkrétan. Fullra tölthetjük magunkat minden cuccból. Hát érdemes elnézni ide, ha kibírjuk azt várni. Aztán, hogyha jöjjünk ide, Malek tornyától nem messze, itt is jártam már, akkor ide bejöhetünk a vízjárásra ugyanúgy, és itt is szerezhetünk pár cuccot, plusz egy életfejlesztést is, meg egy mana fejlesztést is. Aztán, hogyha jöjjünk vissza ide a toronyhoz, jelenleg ez most nyitva áll, jó. Nem tudom, hogy mi alapján van ez most nyitva, de nyitva van. Szóval szerintem erre kell tovább mennünk. És ha ide bejövünk, itt van jó pár harcos, úgyhogy erre érdemes használni a tömeges szívást. Kiváló. Köszi szépen, husik. De messze tud ez a jel. Nagyon jók ezek a képességek. Erről sem úgy azért a pár cuccától benézni, és hogy így tovább jövünk. De sok dög van itt. De használtunk egy teleportert. És akkor vagy erre, vagy arra felfel mehetünk. Mert ebben nem sok mindent tudok meg. És hogy jövünk lefele, ott van egy ilyen kis szimbólum, azzal felfedezhetünk egy újabb területet, tehát egy a Den formában elrepülhetünk oda, de
Én inkább kíváncsi vagyok, hogy mit találtó erre, hát nem szíves folytatás, mert folyamatosan jönnek innen zombik. Francba, hogy mindig kényszerbe kell tartanom a fejszémet. Basszus, mennyi. És ez a baj, hiába ellen meg őket, folyamatosan jönnek. Nem igazán jó az a hely. A szentség ezeket a... Azt is gyorsan visszaadni. Na mivel ide nem tudtok feljönni? Jó, ide is... Francba. Sok ilyen fa. Jó. És... Ha nem tudunk feljönni, tehát... Erre kell jönni, így is, úgy is. Nézzük, de már nem jönnek a zombik. És akkor hol tartózkodunk most így? Denver formában meg tudjuk mindig nézni. Most itt is felfedeztem egy teleportot. Aha, itt vagyunk most, és úgy is ide kell jönni. Akkor jó, feljöttem. Csak gyalog egy kicsit rizikósabb. És akkor ez lesz az Abernus katedrális. Hí! Az ott mi az a nagy valami? De jó ég, na ez aztán a nagy város. Itt az összes házban menjünk be, fosszuk ki, sok cucc található. És hogyha jövünk, akkor ez az utolsó ház, amiben menjünk be, mert ezzel tudunk csak így tovább haladni. Nem tudom, hol kerültem, de úgy néz ki, mintha egy Stratholm. Ott látnék így felülről. Durva, ilyen mészáros van itt. Na, ide lyukadunk ki. The city was paved in blood and flesh. Yet what would have appalled me in life only tempted me in death. Once I would have felt horror, now only hunger remained. Ez csak az éhínség maradt itt. Szóval, hogy hol vagy. Avernus lay in ruins before me. Whatever hand slaughtered its people ravaged the city as well. Szóval bármi is megszárolta ezeket az embereket. Az ott mi a fene? The beast paused for a moment, drooling in anticipation of the fine meal he saw before him. To his disappointment, he would not find me such easy prey. Hey, Victor! Yes. Itt valószínűleg ilyen szörnyek jöttek ide, de én nem leszek olyan könnyű préda számára. Kajen, már eltévedtem. Nem tudtam, hogy merre kell menni, mert mindenhol ilyen ajtók vannak. És sehova, semmelyik nem vezet sehova. Hát... Utána kellett néznem, mert magamtól nem tudtam, hogy hogyan lehet tovább menni. Hát bassza meg, itt van szinte egy ajtó, csak ilyen romba van. Hát így el van torlaszol, és át kell menni ilyen szellem formába. Ez mind szép is jó. Csak amúgy erre, hogyan jöjjön rá az ember? És itt is miért lehet átmenni a falon? És ahogy jöttünk, ugye ott volt az a kapu, és az a szöveg rajta, az is csak teli horkol nyílik ki. Csak a poén az, hogy az, hogyha mi toljuk, tehát ott kifosztom mindent, egy csomó cuccot szerezhetünk, nem csak cuccot, hanem egy új képességet is, méghozzá egy villámidézés. Azt ugye, hogyha benyomjuk, akkor így nagy teleti villámszórás keletkezik. Hát jó lenne összeszedni, de én nem fogok annyit várni tényleg. Meg ez a falon átmászás ezzel a szellemformával. Én nem értem. Itt is mi az, ami megmondja, hogy ezen a falon átmentek? Mi? Nincs rajta semmi repedés. Semmi. De akkor ez miért itt találták ki? Miért
Nem lehetett azt mondjuk, hogy minél repedés van, vagy valami jelölés. De ennyi erővel simán átmehetnék azokon a kapukon is, meg bármin, amin szeretnék. Tehát a teli holdas kapun is. De azon nem lehet átmenni, mert az beton. De ez is beton, bassza meg. Vagy mi a különbség? Egyszer nem értem, most lehet, hogy mágiával van védve, vagy akkor még legalább lenne ok rá, hogy mágiával van védve, és akkor nem lehet átmenni csak. Bánom közben egy kicsit tört, hogy a malám, de azt hittem észre, hát jó, ennyi idő után jöttem csak rá, hogy nappal folyamatosan csökken az életünk. De nem olyan gyorsan, de csökken. Azt vettem észre. Úgyhogy nem lehet lazsálni. Egyáltalán nem. Nagy labirintusos csatorna, imádnivaló. Akkor tel vannak ilyen szörnyekkel. De hogy maraság volt ez szerintem, hogy mágiával tudnak sebezni, mert bassza meg. És te hogy jönnék át egyáltalán? Tehát itt nincsen más lehetőségem, csak vagy benyomom a pajzsot, de akkor a víz sebez. Vagy benyomom a szellemformát, de akkor meg ezek a szörnyek sebeznek. Hát egyik se jó. És akkor jöjjek el úgy, hogy ne halljak meg mi. Persze. És itt ezen a falon is át lehet menni. Természetesen, de ez is hogyan jöjjön rá az ember. És itt meg vannak ilyen hányásos szörnyek. És ezzel ide jön kívül. Mik ezek a hányásos szörnyek? Ez a sörnyen ide az ember, úgyhogy nincsen manája se. Ezt leállj. Sugárba. Most miért nem jönnek ide hozzá? Jó játékom, hogy tényleg csak ezt felbasszoljam úgy. Tehát honnan dejtsem ki, hogy ez a fal mondjuk át lehet jönni. Nincsen semmi erre. Mi ez az óriás gorú? Sokáig bírta. Hát tudtam se volt, hogy mit kell csinálni. Most... Valaki magyarázzon már ennek, mi az értelme. Ide jövünk, és itt beaktiválunk egy gombot. Hol? Nem tudom, de itt beaktiváltunk egy gombot, és ezután vissza kell jönni ide, szépen így végig a csatornán újból. Hú, minden játékban kikészülök a csatornás résztől, de ez... Persze. És akkor el kell jönnünk egészen oda, a sarokba. Ott beaktiválunk még gombot. Persze ott sincs gomb, de azért beaktiváljuk. Itt. Persze, hogy meghalok, hát mit csináljuk? The Heart of Darkness. Szerintem jó, hogy van Heart of Darkness. És ezzel kéne, hogy valahogy kinyírja az a kura kapu, de nem értem, hogy miért nem nyílt ki. Ja, csak simán át kellett sétálni, de... Logikus. Eddig némelyik kapun át se bírok sétálni, ezen csak hát lehet. Mi a magyarázat rá? Nem értem egyszerűen ennek a játéknak már a logikáját, hogy némelyiken át tudok, némelyiken nem. És mitől másabb az a kura fal? Felvasznak az ilyen dolgok. No és aztán el kell jönni egészen ideig. Itt. Csak hogy senki ne essen abba a szarba, mint én. Azért is mutatom meg ezeket a dolgokat. Hát ez is, hogy ezt felvesszük. Beaktiváltuk valamit, de hogy mit, az fogalma sincs. De hallani lehetett, hogy egy katonás gombot, tehát valamit kinyitottunk, de lehet, hogy ezt az ajtót, vagy hogy csak simán át lehet sétálni, nem tudom.
És akkor most vagyunk itt, ez a részen. Így lehet egyszerűen csak ide találni. És nem fogok összeszedni minden szart, mert ez a hely, de maga pakol. Szar. Nagy gorók is. Undorító ez a hely. Még több gorú. Szarok rátok. Mert egyáltalán bármi, hogy fel tudnék venni, nem. De úgy, hogyha a falakon átbírok menni, némelyiken legalábbis, akkor itt vannak ezek a szemét kupacok, de mitől nem tudok átmenni azon? Mitől, hogyha egy falon át tudok menni? De, egy varázslatos szemétkupac van ott? Vagy mi? Én nem értem. Te jó ég, mekkora ez a katedrális? Avernus was a religious autocracy, with the cathedral as its dais of power. Though the city lay in ruins, the cathedral remained untouched. The demons knew better than to bite the hand that feeds them. Tehát, hát igen, az egész város romokban van, meg el van pusztítva. A katedrál meg csak így sértetlenül, milyen szép. De jó ég, mikor ez? És el kell jutnom egészen odáig. Ez a tipikus csiki-csukizás. Tehát ott megnyomtam egy gombot, ott átjöttem, bement a teleportálba, ott alul van pár démon, egy-kettő, ott megnyomunk egy gombot, feljönk ide, és hogy így jövünk, teleportálgatunk, megnyomunk gombokat, bla bla bla, ideig eljutunk, és akkor itt felszedhetünk egy mágia fejlesztést. Unom ezt a helyet. Megtaláltam talán a Legacy of Kain Blood Omen legszarabb helyét az egész játékban, mert ennél szarabb nincs. Ja igen, az meg nem is fejtettem mondani, hogy ha teleportás közben megütnek, akkor visszateleportálsz. Itt amúgy ebben a szobában lehet amit menteni. És most már jöttek ide középre, de ott vagyunk már, vagy jaj, még itt lesz egy rész. Ó! Oh. Egy ilyet fejlesztés, meg egy fejlesztés. Nagyon. De még több kultista. Ez olyan, hogy magukat sebzik. Szeretem ezt a páncét. Az igen. Egy nagy rózsa ablak. Above me stood a memory, etched in stained glass. Jó, ugye akkor ezeket még ki kell nyitni magamnak. És ha tovább jövünk itt, aztán meg vagy boss fight lesz, vagy megszerzhetünk valamit. Jó. Életfejlesztés. Mi? Azt nézem, hogy a nyilak azok a semmiből jönnek. Jelen balt egy kis lyuk, egy glórióval. És... ez mi? Be van baba alajazva a lépcső. Te mit tudsz? Jó. Csodálatos.
És hogy jövünk tovább, itt van még egy életfejlesztés. Nagyon jó. Nagyon jó, hogy meddig kell még ezen? És most merre? Arra lefele? Hogyha másik irányba vagyunk, tehát arra, és oda lemegyünk, akkor ott találtunk egy életerő fejlesztést, mondjuk azért talán megéri szenvedni. Hát a jó ég. Ez a kastély, a katedrális. Kastélykatedrális. Borzalmas, idegesítő, frusztráló. Csak ez még jobban be van babalajazva. Most komolyan itt is teleport után teleport, hát... Mi is merre kell menni? Mit kell csinálni? Miket kell benyomni? Én megörülök ettől a helytől. Teleport után teleportalgatás, hát ez óriási. És most már erre? Arra? Visszadobott az elején. Előbb-utóbb ide értem ebbe a szobába, hogy hogy? Fingom sincs. Csak úgy jöttem. Össze-vissza. Ez mi? Time fades even legend, and the origin of Soul Reaver has been lost long ago. But its purpose remains. To feed on the souls of any creature it strikes. Kindred, this blade and I. Tehát a Legacy of Kain Frost mondja. Tehát akit ezzel megölök, annak így kiszívva a lelkét. Csodálatos. És utána itt a másik oldalon kell indulni, itt van rengeteg kultista. Azt mondja, hogy szemkinat behúzni. Ja. Itt is szerzhetünk valami új fajta páncélt. Ha megvan a lélek szív, akkor gondolom ez a lélek páncél lesz, vagy mi. Valóban csomó szerbősz is van. És ha még nem lenne elég a labirintusból, labirintusból. Miért kellett berakni a játékból? Nem értem, ez... Ez nem az, hogy megnehezíti a játékot, ez inkább kiégeti az ember agyát, hogy egy ajtóra, egy portára. Ide közben amúgy feszedhetünk egy manafejlesztést is, és ha valaki nem tudja, ott meg kell nyomni egy ilyen sárga koponyát, és azzal nyílik az ajtó. Na, de jó. Csontvázak, minden szar. És ahogy jövünk, mendegélünk, előbb-utóbb ideig eljutunk. Itt van pár ilyen troll, vagy milyen villám, hányós szörny, és akkor itt felvetünk egy életfejlesztést. Imádom, amikor scubidúzni kell, mert ez a rész, ez tisztára a scubidúzás. És ha mindent jól csináltunk, akkor ide lyukadunk ki. Csodálatos. Ó, még több dög. Legalább egy manafejlesztés. És igen, ha valaki nem tudja, akkor ezeket a szarok kulcsokat kell nyomni, vagy mi az koponyákat kell benyomni, és úgy haladhatunk tovább. Egy ilyen iránytűszerűség van a falon. Mikor mi.
Nem már nagyon kőosztályot is már ingerem van. Igen, ez a... Milyen iránytűszerűség. Na, értünk a végére. Azt jó, első vissza. This armor was spawned in the most impure of spirit forges, tempered from the seething agony of tortured souls. The metal exists only partially in the human realm, causing it to fade between tangible and ethereal states. És tehát akkor mondom, az ilyen lélekszívó páncél. Ez amúgy nem malak lenne itt ilyen kikötözve? Szerintem mi lehet az? És ha minden jól megy, akkor... És most tudunk ide középre jönni. Nagyon jó. Ó, első hiszem. Itt is vagy mentés. És most... Mondom erre fentre. Ah, what's this? I had not even realized the blade and the raiment were here. You wear those trinkets well, Cain. But I do believe that they would look better on me. The matriarch of Avernus, the Lady Azimuth. Her magical planing skills summon demons through runes inscribed in human blood. Tehát ő egy idéző. És mondja, hogy ú, milyen csicsás páncélokat viselek. Jól mutat rajtad, de rajtam jobban mutatna. Hát azt majd meglátjuk. Was little trouble. Once her demonic thralls had been dispatched, she fell quickly to my blade. Azimuth's third eye, a gift from the Pillar of Dimensions, allowed the planar sight into other realms. The Pillar reclaims its own. Hát igen, megfigyeltem, hogy ugye folyamatosan, hát nem folyamatosan, de érzek ezek a démonokat meg így támad. Nagy így mert hogy megfigyelte, hogy a pajzsom így visszaverte rá, és amint sebzést kapott, ő elteleportált. Na most... Gondoltam, hogy használni kell ezt a fegyvert, nem hiába kellett ezt felvennem, másképpen nem jövök be ide. Szóval gondoltam, hogy gyorsan átveszem, és mondjuk abban nem hittem. Meg azt nem hittem, hogy egy ütéstől kifekszik. Komolyabb harcra számítottam. Ez hogy egy ütésre, aztán ketté vágom, mint egy szeletkenyeret. Before the dimension pillar, I lay the eye of Azimuth. The pillar accepted its offering. Thus, it was restored. Well done. You have found Mobius's toy. Azimuth, not content with summoning demonic thrall, stole the time-streaming device in order to gather creatures from other ages as well. Take care of the device, Cain. It will deliver you in time. The legions of the Nemesis are on the march from the north, crushing all in their path. 'Twas not too long ago that the Nemesis was known as William the Just, a caring and gentle benefactor of the land.
But as his army grew in strength, and he himself grew in power, the veil of tyranny fell, and one kingdom was not enough. So many cities, so many dead. Willendorf will be sure to follow. The nemesis must be stopped, or all shall be lost. How can one stop an army? You must rally the forces of Willendorf. They are the last hope of Nosgoth. Na jó, szóval ezzel legyűrte Mozmát, a második Pillort, és hát már nem sok van hátra, de következőleg ezzel a Nemezisszel fogok megküzdeni, aki egy nagy sereget vezet. Hát biztos kemény lesz, és az a baj ez a Soul Reaverrel, hogy igen, lassú, de biztos nem tud lassúzni. De hogyha ezt használjuk, akkor nem használhatunk semmiféle varázslatot, serekét. Tehát én mindig a Flamesword-ot tartom a legjobbnak. Na, én nem fogom folytatni, hát remélem, hogy a többi pálya az csak jobb lesz, mert ez a pálya engem kiégetett. Ez a sok labirintuskodással, meg ajtóra, autóra járásra, ez frusztráló és idegesítő. Na de, reméljük, hogy itt nem lesz több ilyen szarság, úgyhogy én fogom folytatni, akinek tetszett a videó, találkozunk a folytatásban. Addig is, sziasztok!